Lehezler, ez egy finom passz volt, Lehezler a 16-oson belül, hogyan tovább, hoppá, még mindig ott van a labda, Gyurcsó és gól, hát mit csinált a védelem, mit csinált Máté, hát úgy tűnt, hogy már föl fog szabadítani, és egyszerűen ahelyett, hogy kivágta volna a labdát, ott hagyta, nem tudta, hogy hova esett a labda, Gyurcsó a gólszerző. Hát megszületett az az egy gól, amiről azt gondoltuk, hogy egy gólos lesz, de még nagyon sok idő van hátra. És az a kérdés, amit előbb föltettem, hogy vajon fog-e Kondás elemért kockáztatni, az most már nem kérdés. Muszáj lesz, hiszen pillanatilag vezet a Videoton. Lehezler kap egy finom labdát Caneirától, ott van a 16-oson belül, begyötri középre, de nem tűnik igazán jónak. Máté hozzáér, és ahelyett, hogy menne a labdáért, menne a lehulló labdáért, csak nézi. Gyurcsó meg azt mondja, hát ha nézed, akkor nézd azt is, hogy ahogy berúgom a kapuba. Vajon miért nem mozdult érte Máté? Gyurcsó teljesen üresen. Itt van még egyszer. Fölpattan a labda, és nem megy érte, megáll. De mire gondolt vajon?